Úgy gondolom, hogy ez minden évben egy Fradi MTK, vagy egy MTK Fradi az egy kiemelt fontosságú mérkőzés egy MTK játékosnak, meg szerintem egy Fradi játékosnak is. A tabellán elfoglalt helyezések alapján is rangadóra készülünk, meg nyilván egy ilyen örök rangadó az mindig egy kiélezett és szoros összecsapásokat szokott hozni. Nem szabad megijedni azért, mert a Ferencváros ellen idegenben játszunk, ugyanúgy, mint minden mérkőzésen, keményen, határozottan és focizva kell pályára lépni. Nagyon bízom benne, hogy hosszú idő után tud az MTK nyerni Ferencváros pályáján. Erre készülünk, ugye sikerült a videótont is megverni idegenben, ugye szombathelyen is mi nyertünk először, úgyhogy hosszú idő után arra készülünk, hogy a Ferencvárost is mi verjük meg idegenben. Úgyhogy erre készülünk, mindenképp változtatni kell azon a játékon, amit a második fordulóban játszottunk, de azt gondolom, hogy mindenkiben van egy plusz extra motiváció amiatt is, illetve azért is, mert ez egy örök rangadó lesz.